Rajdel városát testrablók támadták meg. Kérjük, mindenki maradjon otthonában és tartózkodjon az idegenekkel való érintkezéstől, amíg a katonaság másképp nem rendelkezik. Rizzo! Rizzo, kérlek, engedj meg, kérlek, Rizzo, meg mindenkit elkaptam, csak én maradtam, kérlek. Ez viszony lehetetlen elhagyni a várost. Mindenhol el vannak zárva a kifelé vezető utak. Az erdőn keresztül jöttem gyakor. Normális vagy? Ezt miért csináltam? Tudnom kellett, hogy te vagy az. Ezek nem éreznek semmit. Mondjuk ilyen hiszteriát sem csapnak. De biztos akartam lenni benne. Tedd be magad. Apámban a pincében rejtőzködtünk, de amikor meghallott, hogy Frencsi kiabál, azonnal kirohant. Amikor visszajött, már láttam, hogy nem ő az. A mozgásából rögtön tudtam, de amikor megszólalt, nem biztos voltam benne, hogy elveszítettem. Kimásztam a pince ablakon, miatt leért volna. Kenny kíván, mi történt? Lelőttem. Hát már ami maradt belőle. Kiment az udvarra, és amikor visszajött, ömlött a kezéből a vér. Azt mondta, hogy tűzifát vágott. És hogy ránézett a kezére, de nem is a saját testét szeret volna. Egyszerűen nem érzett belőle semmit. És a tekintete teljesen üres volt. Amikor megpróbált engem is, hát még szerencse, hogy itt volt a bokarabéja. Hogy csinálják, Rizzo? Nem tudom pontosan, de az biztos, hogy a nyál viszi át ezt a nyavaját. Egy csók és az agyad már is megfőtt a saját levében. Pillanatok alatt történik. Kenny alig volt kint 3 percig. Rizzo, engedve! Én vagyok a Kenny, megsérjük el a nehéz város. És még mondják, hogy az erősek maradnak életben. Hogy tudott ez a szerencsétlen ideig elmertődni? Biztos, hogy megtartott, hogy beengedjük. Márti, az Isten egy látható, hogy vérzik és sipákol, mint egy kismalac, ahogy megszokhattuk tőle. Ez még ezeknek a báboknak sem kell. Jönnek, de mit elkapták. Nekem sikerült elmenekülnöm, az erdőn keresztül futottam ideig, aztán elestem. Borzasztóan fáj a karom. Azt hiszem, itt vannak a nyomomban. Tehát az Rizzo nem kellett volna beengednünk. Ránk készülőket. Az Istenért, Márti. Előbb-utóbb úgyis ide értek volna, még ha mi vagyunk az utolsó ház is a faluban. De garantálom, velem nem lesz könnyű dolguk. Kiugatom azt a mocskos képüket. Jó vagy meg te is, Szendi, most már biztonságban vagy. Legalább is egy darabig. Rablók támadták meg. Kérjük, mindenki maradjon otthonában és tartózkodjon az idegenekkel való érintkezéstől, amíg a katonaság. Azt hiszem, látok valakit. Jézusom, ez Mrs. Fontaine. Illetve ő volt. Úristen, ezek egyre többen vannak. Ide jönnünk valamit. Felteszek te a vizet. Ez a sok Rizzo, hogy tudsz ilyenkor az evésre gondolni? Szükségünk lesz az erőnkre, mire ide érnek. Igaz, Szendi? Igen, Rizzo, ennünk kell valamit. Behozom a teát.
When you came in, the air went out. And every shadow filled up with doubt. I don't know who you think you are, but before the night is through, I wanna do bad things with you.